Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Vége van ugye az előző szezonnak, és hát eléggé megosztó szezont zárhattunk, ugyanis kezdem akkor a jóval, megnyertük az Európa Ligát, ami azt jelenti, hogy részt fogunk venni egy szuperkupa döntőben és egy bajnokok ligájában is. A másik szomorú tény, hogy nincsen semmilyen osztályozó, szóval az angol másodosztályban fogjuk folytatni. Szóval kiestük a Premier League-ből, de ez nem szabad itt elkeseredni, azt meg fogjuk nyerni, én már most látom. Ugyanis van 137 millió eurónk. Szóval itt óriási átalakulások lesznek. Mai nem mész sehova. Bastoni sem megy sehova. Úgyhogy ebben a részben kicsit menedzselem itt a csapatot. Akár egy-két meccset játszunk. De ez most egy, szerintem hasonlítani fog ez a rész ahhoz, amit ami a legelső rész volt itt a Fekete Messiásos sorozatban. Kicsit hasonló lesz szerintem. Meg kéne nekünk egy left back, mindenképp kéne egy left back játékos, egy középpályás is, és egy kapus. Szóval ez a három, ami mindenképp kéne. Csatársorunk az ő úgy viszonylag fasza szerintem. Szóval védő, kapus, középpályás. Megnézzük, hogy itt a transfer hubon kik vannak nekünk. Jaj, de itt lesz az a sok free agent-ös hülye gyerek. Na várjatok, ezeket itt eltüntetjük kurva gyorsan. Jó, inkább ezt meg sem a videón kívül, nem akarom ezzel itt húzni az időt. Upamecano mennyi? 54. Fölmegy 91-re is. Annyit nem fogunk érte adni. Konátéról nem tudunk semmit. Mukiele. 54, illetve 75. Jó, szerintem Mukielét meg fogjuk venni. RB-ként és CB-ként is tudjuk használni, akár még RM-ként is. Vinicius, ez nem fog megvalósulni. Benzemára nem tudom, mennyi is szükségünk van. Habár Izsák elég jó, de lehet, hogy van nála jobb csatár. Itt van Virc, akit emlegettünk, de ő is iszonyat drága. Grillist nem tudom. Neuhaust akár még meg lehetne szerezni. Illetve itt van Davis, aki esélytelen. Jó, szerintem kezdjük akkor. Mendit megvesszük, én azt mondom. Őt meg fogjuk tudni venni, és még lesz bőven pénzünk más játékosra is. Először felajánlunk 50 millió eurót. 62-t szeretnének. 55-öt. 60-at. Jó van, fogadjuk el ezt a 60 milkát. Igaz, hogy Mendy már 31 éves, de hát kapusok azok bármeddig élnek, szóval Mendy most sokáig itt lesz velünk, én úgy érzem. Remélem nem fog lesérülni, nem lesz semmi baja. 5 éves szerződést adunk neki, amiből lesz egy 2, elfogadjuk, jó az. Nincsen kivásárlási ár. És akkor adjunk neki, mondjuk, ennyi kapsz, ennyit. Elfogadja Mendy, nagyon jó. Mendit meg tudtuk szerezni.
És akkor egy középpályás után kéne kutatni. De ezek előtt még nem tudom, ha megveszem Muki elét, akkor fogok-e tudni venni középpályást, úgyhogy megnézzük, hogy itt miket ajánl nekünk a játék. Egy center back-ek vannak itt. Mindegyik free agent. Hát nem tűnik olyan jónak, úgyhogy Gerard Bélt így el lehet igazolni. Hát hülye. Hát figyelj, basz meg. Cserének tökéletes lesz Bél. Na most menj már oda. Ide szépen. Szerintem Bél tökéletes lesz cserének. Jó, van Bélt, akkor megvesszük. Jó, 5 éves szerződés már nem fog elfogadni. Egy évre akkor nálunk fog játszani Gerard Béla. Valószínűleg majd innen fog visszavonulni, mert már azért idős a testvérünk. Jó van. Bél is a csapatunk tagja. Ezt a Danzsumát kéne, vagy megnézzük, hogy mi először is érdeklődünk iránta. Akkor van még 77 milkánk, ha jól emlékszem. Úgyhogy nem lehetne ők, nem. Jó, akkor megpróbáljuk megszerezni Muki elét. Csak az a baj, nem tudom, LB játékost kéne szereznünk. Most ott van Ebi, de akkor is. Nem tudom, jól van, jó a Muki ele. És akkor még valahogy nézzünk egy left back játékost. Kínálunk neked el. Hát, az a baj, nem tudom, mennyi pénzünk lesz. 54 milkát. 70-et szeretne, hát 70-et testvérem. Jó, fölrakjuk a Salon Close 25%-ra. Akár még egy játékost is adhatok. Adjuk nekik oda Escobart. És akkor még egy mondjuk 60. Ez azért szerintem eléggé fasz a ajánlat. Nem kell nekik player, ragaszkodnak a 70 milliós ajánlathoz. Én meg ragaszkodok akkor egy 64. Most fogadjuk el. Megpróbálkozunk még egyel. Középpályáról mondjuk. Odaadjuk nekik Zakariás Szent, és 66. Nem kell nekik semmilyen player. Nagyon próbálkozunk. 60. Legyen 69. Ezt már elfogadják. Ez lehet, hogy nem volt jó döntés, és most marad nagyon-nagyon kevés pénzünk. És abból nem tudom, hogy fogunk-e tudni venni egy left back-et, vagy akkor ott fog játszani Ebbi a left back pozícióba, igazából az is egy megoldás szerintem. Nem, itt ilyen 5 éves szerződéseket kínálunk, barátom, nem tetszik, akkor 4 év az már jobb, nem? Na, ezt már szeretem. Látta a bökőt fekete messiásnál, úgyhogy nem mert erre nemet mondani. Kapsz ennyit, milyen szép szere... Ajaj! Jó van, elfogadta, de semmi pénzünk nem maradt. Nem baj, legalább bevásároltunk. Egy kis upgrade.
akkor megnézzük, hogy van-e, akit el akarnak-e vinni játékosokat, de mondjuk azt az előbb azt hiszem megnéztem, igen, Mayet meg ott Bastonit láttam. Bastoni hiába csábító az a 80, de nem, és Mayet sem fogják elvinni. Ugyanis mindketten azért egy fontos tagjai a csapatunknak. És akkor alakítsuk át itt szépen a brigádot. Botka, nem hiszem, hogy már fog játszani, ugyanis megvan Mukiele. És Bogdan Ádítól is, hát valószínűleg el kell búcsúzni, max a B csapatba fogjuk őt látni, ugyanis Mendy lesz már a kezdő kapusunk. Béla az természetesen ott lesz a cserék között, ahogyan Botka is azért még ott lesz. És szépen itt növekvő sorrendben fogjuk majd állítani a dolgokat. Kit kéne még ide tenni? Még Amont ide tehetjük Jengi helyére. És akkor így néz ki, srácok, az idei keretünk. Alakulunk, én azt mondom. Még valahogy egy középpályást kéne szereznünk oda a Zakariasen helyére. És akkor szerintem patika lesz az a csapat. Uzuni, Izsák, Nerez van elő, középen Baró, Szoboszlai és Zakariasen, hátul pedig Ebi, Szalai, Bastoni, Mukiele, és a kapuba pedig Mendy. Jó lesz ez a csapat, most Mukiele azért sokat jelent, hogy meg tudtuk szerezni, illetve Mendy még milyen sokat jelent nekünk. Úgyhogy nézzük meg a naptárat, hogy itt mik vannak. Ilyen hamar elkezdődik már itt a cuccos. Jó van, tudjátok mit? Lejátszok meg ebbe a videóba az első meccset, az angol másodosztályban, hogy azért legyen egy meccs is. És akkor itt is szerintem rakok majd időbélyegeket. Közben továbbítottunk itt a nemzetközi kis kupa cuccból. Tudjátok, ez a nyári. Megint továbbítottunk, hát a Portóhoz, nem tudom, lehet kifog rajtunk itt szimulálva. 1-0. A Portónak nem baj, szerintem ezért is kaptunk pár milliót, úgyhogy majd ott a free agentöknél kéne kutatni valakit. Egyébként simán megvernénk ezt a csapatot szerintem szimulálva. De megnézzük itt. Közben érkeztek itt még Szalai Attila, én Mayet szeretnék nagyon, de Mayet nem viszi el senki, és Szalai Attilát sem viszi el senki. Igen. Van 5 milliónk. Keresünk egy free agentös LB-t szerintem. Na. És mindegy, igazából hány éves. Olyat kéne nézni, aki, nem tudom, akinek ott van a rétingem, vagy akit ismerünk. Hát, ha szerencsénk lesz. Eddig ez a Durmisinek vannak a legjobb rétingjei. Majd még visszatérünk rá, hogyha nem találok jobbat. Hát eddig nem valami fényes. Itt Thomas Marin se annyira rossz. Ő is jó.
Ő még jobb, ez a Miló gyerek. Jól van, őt egyszer szerintem fölrakjuk a shortlistre. Most srácok, így egyesével fogok szerintem végigmenni mindenkin, hogy azért végig tudjam nézni a statokat. Ő eddig a legjobb. Ő a legjobb. Jó, valószínűleg szerintem nem lesz nála jobb, vagyis remélem, de őt fogjuk szerintem majd megvásárolni. Staffelid is egy olyan rossz. És ennyi volt, úgyhogy azt a portugál fiatalembert vesszük még meg. Hol is van barátunk? Itt van. Rebocsó. Vagy Rebohó. Elfogadjuk az ajánlatot. 5 éves szerződés, kettőt akar, én meg négyet, ő kettőt, akkor hármat, azt már elfogadják, ezt is elfogadjuk. Jóha, majdnem nem lett az left-backünk. Kapjon 100-at, elfogadja, úgyhogy van egy left-backünk. Kíváncsi leszek, hogy hogy fog teljesíteni, meg hogy hányos a rétingje, arra vagyok a legjobban kíváncsi. Én azt mondom, hogy itt tapsobát nem nagyon használtam, úgyhogy ő szépen lejön. 74-es amúgy fasza, viszonylag fasza. És akkor itt van a teljes kezdő 11-ünk. Most már frissültünk egy left back-kel, és már csak Barónak van ilyen baszása. Négy meg Szoboszlainak van, úgyhogy Baró szépen ott marad. Úgyhogy alakulunk. Ez nagyon jó kis kezdő 11 lesz szerintem. Úgyhogy Bristol City-t fogadjuk. Remélem, igen, Bristol City. Hát én nem tudom, azt szerintem a lejátszanám. Biztos, hogy nyerünk, én azt mondom. 100%-ig szerintem, hogy nyerni fogunk. 4-2-re nyertünk. Az első, bemutatkoztunk, a Championship-be nyer, 4-2. Szoboszlai, Nerezt kiállították, Szoboszlai kihagyott egy büntetőt, de emellett rúgott még egy gólt, szóval mi volt itt ezen a meccsen, kérem szépen. És akkor jönnek itt a meccsek. Szerintem, hogy legyen ebbe a videóban is meccs, amit lejátszunk, majd a PSG elleni meccset lejátszom. A Rotherham United-et lejátszunk. Ismét egy győzelem. 2-1. Na, ilyen jó, még nem kezdtünk bajnokságot. Közben FA kupa, vagyis EFL kupa, bocsánat, nem FA kupa. Játszom most a... Hát ki játsz? Jó, játszanak a B csapatosok. Ismét győzelem Izsák góljával 1-0. És akkor UEFA Superkupa meccs a Paris Saint-Germain ellen, ami a való életben sose fog megvalósulni, és a PSG egyszer se fog nyerni BL-t. A 100%-ig kijelenthetjük. Egyébként a fele banda fáradt. Úgyhogy fasza lesz így pályára lépni. Hol van Gavrics?
elment Gavri is. Na baszki. Máj is. Na most itt jó át kell rendezni a dolgokat. Ebi is fáradt, hát ezt nem hiszem el. Izsák helyett mindenképp föl fog jönni. Hát most az egyszer akkor játszom tapsoba. Jó, van pályára lépünk így a PSG ellen. És Bale is bemutatkozhat. És az egész csapat, mert ugye még nem is játszottam az egész csapattal. Igaz, még most se fogok a teljessel, mert vannak játékosok, akik fáradtak. Úgyhogy őket nem tettük be. Ott van a kupa, és nyerhetünk még egy kupát, még egy döntőt. Nehéz meccsünk lesz a PSG ellen, de beleadunk mindent. Messi. Bale üldözi. Bale leszereli Messit, nagyon jó. Rebojo. És kéri a labdát Baró, de les volt szerintem. Nem volt les. Baró. Tapsobához nem jut el a labda. Paredes. Gündoğan. Micsoda játék. Itt a City meg a PSG olajt cseréltek? Vagy micsoda? Mert Gündoğan ugye City is. Nerez. Beteszi Szoboszlai fölé. Mekkora helyzet volt pedig. Mondjuk nem sokon múlott, hogy nem ment be. De sajnos nem ment be. Úgy tűnik, hogy Donnarumma is elhagyta az olajcsapatot. Visszatért oda Navas a kapuba. Vagy lehet, hogy egy cserepadon van, nem tudom. Messi kiteszi Bappénak. Egy nap Bappé, te is nálunk fogsz játszani, ezt már most megmondom. Úgyhogy úgy jegyez meg a Fradi nevét. Bél. Majdnem megszerzi a labdát. Brozovic. Neymar. Brozovic, Bappé. Paredes, ott jön a másik oldalt. Messi, de jön Mendy is. Mendy, hoppa, hoppa. Micsoda cseleket mutatott be a kapusunk. Baró. Diallóról lepattant. Navas, Diallo vágja előre. Szoboszlai. Eladják a labdát. Baró helyzetben. Baró! És bemegy! Nem tudom, Baró, hogy tudta ott elrúgni Navas mellett, de vezetünk a PSG ellen a Superkupa döntőjében. 25. perc. Itt egy hiba volt, eladták a labdát, és Baró rárúgja, és valahogy be tudott pattanni Navas mellett. A Navasnak a hónajáról, oldaláról valahogy bemegy. Örüljünk neki, 1-0-ra vezetünk. Brozovic. Neymar. Gündoğan. Most mi az Isten van? Szabadrugások PSG-nek. Odáll Neymar, Messi is. Milyen véletlenül Messi rúgja el, kis törpe. Gündoğan. Gündoğan, a szépen csinálta Gündoğan, de kijött Mendy. Gündoğan ott jól elküldte két emberünket.
Rebuho gyorsít fel. És ott van Tapsoba. Tapsoba fölnéz, Nerez, Navasvéd, ez a blokkba. Szoboszlainál ott van még. Szoboszlai. Na mit csinál vele? Leteszi Barónak. Baró meg elveszíti a labdát. Bastoni vágja haza. Baró is iszonyatosan sokat fejlődött, és nagyon jó játékos lett belőle közben Tapsoba helyzetben. És mit csinál Tapsoba? Berúgja a 2-0 a 42. percben. Akárkit elverünk. Bárki jöhet, csak a Premier League-ben vannak gondjaink. Kettő-nulla. Egy nagyon, nagyon szép indítás. Itt láttam, hogy ezért Tapsoba felnézett, hogy vajon passzolja le, de nem passzolta. Bebombázta Navas kapujába. Úgyhogy 2-0 az előnyünk. Megvan az labda Szoboszlai. A Zakariasennek nem jó. Egy perc ráadás. Közben még egy helyzetet próbálnak. Próbálhatnak, ugyanis vége az első fél időnek. 2-0-ra vezetünk. Nagyon-nagyon jól játszik a csapatunk, és érzem, hogy sokkal-sokkal jobb ez a csapat, mint volt az előző szezonban. Úgyhogy nagyon-nagyon fasza lesz ez. Hát nem tudom igazából kit cseréljek, mert mindenki iszonyatosan fáradt. Esetleg Barót leoszhatom, az följön a helyére Ból. Nézzük a második fél időt. Dobhat a PSG. Jordi Alba. Micsoda nevek vannak itt a PSG-nél. Csoda, hogy tudtak nyerni egyébként valamit. Nerez. Alba hiába üldözi. Nerez az jó. Ó, hova adod? Már kezdtem volna mondani, hogy Nerez jól adja be, de hát nagyon-nagyon nem jól adta be David Nerez a bogyót. Dagba. Messi. Nem Messi egészen. Hátra vezeti, visszaadja Navasnak. Azt akár el tudjuk csípni. Nem sikerült. Na majd ezt. Ez már megvan. És ez egy nagy labda lehet Nereznek, de nem érje el Nerez. Paredes, Mendy véd ott a kipattanó, Messi. Messi még leteszi Brozovicnak, vissza, mit csinálnak már? Ez mondjuk szép játék volt. Mbappé gólyával szépít a PSG. Az 59. percben. Hát itt addig passzolgattak, amíg valahogy oda keveredett Mbappé, és üresen maradt. Aztán ő meg be tudta könnyedén rúgni. Na, megint eladjuk a labdát, ilyet nem szeretnék most látni az új csapattól. Mukiele honfitársát üldözi, igazi francia mindkettő egyébként, vagy az egész francia válogatott. Nerez. Tapsoba lesen volt már. Pochettinót láthatjuk, úgy tűnik, hogy cserélt a mester. Palinha jött fel. Neymar. Zakariasen nem tudja leszerelni. Ajaj, bazd meg! Nem azzal akartam becsúszni, Szalai Attila. Megint egy ilyen...
Rossz emberem volt. Ó, na mindegy. Ez most tényleg az én hibám. Büntetőt kap a PSG. Bappé. És Mendy, aj nem megfogja Mendy. Mendy érezte, merre kell vetődni. De Bappé be tudja rúgni. Úgyhogy 2-2. Hát főhozta a PSG a hátrányát. Igaz, hogy az egyik a mi butaságunk volt, mert rosszul csúsztam be. Nerez. És ott van Tapsoba középütt. Tapsoba Navas előbb érte el a labdát. Bappénak ez majdnem egy jó labda volt. Mukiele. Szép labdát a Zakariasennek, ő visszateszi. Rebojo, na mit csinál vele? Észreveszi Zakariasen, Zakariasen pedig Bélt, és Bélt! 3-2! 82. perc. Ez egy nagyon-nagyon szép játék volt a Fraditól. És ott volt Bél, Bél pedig berúgja. Hát Bél, amúgy figyeljetek, én azt mondom, hogy egy kurva jó vétel volt. Főleg, hogy csak a szerződésért kellett fizetnünk. Egy szezonig tökéletes lesz, addig kihasználjuk a benne rejlő képességeket, meg mindent, aztán következő szezonban meg majd úgyis erősítünk még más játékosokkal. Ajaj, Messi. Teszi középre, jól van, rossz lövés volt, Mendy. És megy Dominik. Na Szoboszlai, visszahúzza, lepasszolja. Ott a negyedik, eldöntöttük a mérkőzést. Úgy tűnik, hogy az Európa Liga után a Szuperkupát is mi zsebelhetjük be. 4-2. Ott ment Szoboszlai. Fölnézett, bepasszolja. És Zakariasen volt a gólszerző. Jó, igen, ő volt a gólszerző, pedig berúgta. Mbappé. Még mindig Mbappé, és itt a vége. Hát egyszerűen megnyertünk mindent. Szuperkupa, Európa Liga. Mert csak a bajnokságba kellett volna bennmaradnunk. Én amúgy nem értem, hogy miért szimuláltam ennyit. És akkor srácok, szerintem itt lesz ennek a videónak a vége. Én megköszönöm nektek a figyelmet, és akkor majd teszek idő bélyegeket a videóra, ugye a menedzselős, illetve hát idézős játszós részében, amikor meccset játszunk. Úgyhogy, ha nem akartok lemaradni a következő részről, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengettyűt, és dobjatok egy lájkot is. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!